Amikor elkezdtük ezt a eseményt szervezni a Tibor alatt, hogy úgy volt még, hogy az utolsó lesz, aztán hát dinamikusan változott a szituáció, aminek hát meglehetősen örülünk, és hasonló helyzetbe érezzük magunkat a lappal is. De minden esetre egy kötetet összeállítottunk, meg is mutatnám rögtön a borítóját. Itt egy jelenet van, ez a legutóbbi 12-es dokumentán két német látogató, Hajas Tibor öndivat bemutató című filmjét nézi. Ez ugye apropója a dolognak az volt, hogy részt vettünk a Dokumenta folyóirat projektjébe, ahol egy ilyen kis felületen meg tudtunk nyilvánulni, hát többek között ilyen filmeket mutattunk be, és akkor készült ez a kép. Ez aztán meghatározta a kötet borítójának színvilágát, hogy a szőnyeg színe térít vissza, és a fal színe térít. Tehát ez van a borítón. De minden esetre a Liget Galériával is érzünk egy viszonylag szoros kapcsolatot, tehát én speciál nagyon örülök annak, hogy ez mégsem az utolsó rendezvény. És amikor hát a Exinex története az 2000-ből indul, Peternek, Miklósnak és Mélyi Józsefnek vannak elengedhet. Elévülhetetlen érdemei a alakítása körül. Milyen jó ötletek vagyunk. Lassan összehozzuk. És pont ez volt a tanulság egyébként a szövegeket nézegetve, hogy igazából egyrészt ugye hát ez részben visszatekintés, tehát az elmúlt években megjelent szövegekből válogat. És rá kellett döbbennünk a szerkesztés során, hogy bizony ez egy optimista kortermék. 2000-ben indul a történet, és a legutolsó talán 2011-es szöveg, elég nagy szúrás van. És hát a nullás életnek valahogy volt egy ilyen alapoptimizmus, amikor úgy éreztük talán többen is, hogy konszolidálható a magyar művészeti széna, vagy a budapesti széna intenzív elmélyült nemzetközi kapcsolatokra tesz szert, vagy legalábbis a korábbinál erőteljesebben tud nyitni. És hát kiderült az is, hogy együttműködések révén lehet ezt a dolgot elképzelni. És valahogy ez a szövegekben is tükröződik. Hát nem egy Best of X-Index válogatásról van szó, hanem hát szisztematikusan próbáltuk csoportokba rendezni a szöveget, tehát néhány olyan dolgot előhozni, ami amúgy is alapszerkesztési elvei között szerepel, például a párhuzamos recenziók műfaját, tehát amikor egy témáról különböző nézetek jelennek meg párhuzamosan, és így tovább. Amellett, hogy hát természetesen ezek mind kiváló írások. És hát vannak teoretikus, kritikus, vagy különböző irányú szövegek benne, de így együtt valahogy másképp mutatnak. Ez volt igazából a fő motiváció arra, hogy az egyébként kifejezetten online orgánumként, tehát a interneten megjelenő lapként működő, és hát igazából ez még most is így van, ott szeretném maradni, nem szeretnék onnan egyébként lejönni, de az, hogy így lehet már egy bizonyos archívumot mozgatni, abból kiemelni, egymás mellé rendelni, csoportosítani szövegeket, ez inspiráló munka volt. A Nemzeti Kulturális Alaptól kaptunk egy kis támogatást, ami ugyan arra nem fedezett minden költséget, de tőlem én részben társadalmi munkában össze lehetett hozni ezt a kiadványt, tehát a nyomda ki lett fizetve, a grafikus fél év, a szerkesztő az ingyen dolgozott. De hát ez mondjuk benne van ebben a pakliban, mint ahogy egyébként ezen az egy képen kívül nem is nagyon van más a kötetben, még egy ilyen vizuális szövegelemzés került a végére,
Egyébként szöveg-szöveg hátán, fehér oldalak sem nagyon vannak benne. Hát így is azzal szembesültünk, hogy rengeteg dolog kimaradt. Tehát teljességre semmiképp nem törekedhetünk, még az X-index viszonylag lehatárolta a profilján is. Ugye hát töredékéből dolgozunk egy nyomtatott lap költségvetésének. De hát ennek ellenére azért az évek során kirajzolt a bizonyos erővonalak, ezeket próbáltuk ki belefésülni ebbe a kötetben. És ennek kapcsán is ebbe a meggyőződésünkbe erősödtünk meg, hogy hát egyrészt érdemes még most is, ahogy eléggé átrendeződik a művészeti élet körülöttünk, intézmények indulnak be és szűnnek meg, de ettől függetlenül érdemes ezt a szemléletet továbbvinni a nullás évekből, és remélni azt, hogy egyre jobban fognak működni a egyre kisebb erőforrások is. Úgy látom, hogy nagyjából mindenkinek jut példány, úgyhogy most nem is kivételeznék, hanem örömmel adnék egy-egy példányt a megjelenteknek. Nincs áramkötetnek felbecsülhetetlen érték ebből a szempontból, úgyhogy hát fogadjátok szeretettel. Köszönjük. A közlekedési búzat már egy napban. Mind a kettőben nagyon rég volt.